Az ingyenes zene letöltések mellett egyre több dolog sújtja a zenekarokat, és most már nem az első olyan posztot látunk kedvenceink között egyik-másik előadótól, hogy olyat posztol, és nem feltétlenül csak zenekarról van szó, ez lehet színész, lehet bármilyen művész, olyat posztol, hogy elege van, elég ebből, nem azért dolgozik ő, hogy mások csak szídják meg, szapulják. Ugye itt a trollokról, meg ilyen dolgokról van szó. Én is most pont olvastam, a napokban pont olvastam egy ilyen jellegű posztot, és nagyon-nagyon elszomorított, mert a kedvenc zenekaraink egyike volt az, aki ezt posztolta, és mondom, mivel már nem az első, ez most már egy kicsit úgy kezd engem jobban bántani annál, mint amennyinek ez a jelentősége, vagy nem tudom. Hát a zenekarok számára biztos, hogy nagy jelentősége van. Most erről akarunk igazán beszélni, de nem csak erről, hanem nem véletlenül van itt előttünk egy csomó CD. Ez a Moonspell nevű zenekar a mi kedvenc, egyik kedvenc zenekarunk. Ami szemlélteti egyúttal azt, amiről akarunk majd beszélni folyamatosan, mert vannak hozzá történetek, és ő hozzá fűződik egy-két dolog, amivel jól tudjuk szemléltetni azt, amiről most beszélünk. Igen, mert hogy említettem, hogy az ingyenes letöltés az egyike azoknak a egyéb ilyen negatív dolgoknak, amik a művészeket, illetve ezen belül is a zenekarokat sújtja. Átadnám a szót, mert nem mert hogy sokat. Akkoriban, amikor mi ezt a zenekart megismertük, itt van előttem a jegy, ami legelőször voltunk koncertjén, egy 2500 forintos e-klubos 1998. október 11. Nem egy mai darab ez a jegy, meg a időse, tehát egy elég régen történt, amikor először találkoztunk ezzel a zenekarral élőben Budapesten koncerten, és a koncert elég emlékezetes volt abban a szempontból, hogy főleg most a 21. században, nem akkor is ilyen földgömb, nagy földgömb jelképesen, ilyen labdaszerűen be volt dobva a közönségnek, és akkor így együtt tudott működni a közönség a zenekarral, mert hogy egy bizonyos dalnál ez hozzájárt ahhoz a hangulathoz, ami éppen arról szólt az a dal, de mind a mellett azért is érdekes, mert hogy a lényeg, hogy együtt volt a közönség a zenekarral, tehát egy együttes az közönséggel együtt élveztek egy dalt. Egyként élveztek egy dalt, és ez ebben a formában most egy kicsit átalakult, a jövőben még inkább át fog alakulni, a digitális világnak köszönhetően, mert ami most itt egy asztalon fér el, a mai zenekarnak például az összes albuma akár egy okostelefonon is elfér, illetve ma az három kép helyett egy zenekarról, ami veled kapcsolatos, akár lehet 50 vagy 100 kép is, ha követsz ilyen felületet, akár Instát vagy Facebookot, a zenekarhoz tartozó profilokat, akkor nagyon sok minden van, nagyon sok mindennek kibővült, de ezzel a kibővüléssel egyúttal a zenekarok szembesültek azzal is, amiről te beszéltél, hogy eljutottunk oda, hogy ők is megkapják azt a negatív hullámot, ami általában mostanában az interneten terjed, és ez nem csak a zenekarokról, és nem csak erről, vagy bármilyen felületről legyen szó, ez egyre inkább terjed el, és ami a legfurább számunkra, és amiért most beszélünk, az pont az, hogy a szórakoztató helyen, ahol a szórakoztatásról szól, a zenekar azért jött létre, a zenekar azért utazik országokat, azért turnézik hónapokat, hogy embereket szórakoztasson, és cserébe mindössze annyit kér, hogy szeressék őt abba a formájába, hogy az adott felületeken mondjuk megtisztelik őket azzal, hogy visszajelzésként akár egy tetsziket, amit kedvelsz, egy tetsziket, amit kedvelsz, az, ja, az a földgömbös, amit kedvelsz, azt megosztod, de amúgy itt van a másik album, ami pont ezzel kapcsolatos, ez a pillangó effekt. Nem? Ha jól emlékszem. Igen. Szóval, hogy a lényeg, hogy támogassa az ember azt, amit kedvel zenekar azzal, hogy ott van a felületen, és érezteti velük azt, hogy itt vagyunk, kedvelünk téged, és megosszuk a gondolatainkat, nem pedig arra van a felület, hogy mindenáron belekössünk, és mindenáron valamilyen formában megtaláljuk azt, hogy a zenekar miért lett más. Azért, mert a zenekar közben megöregedett, idézőjelbe eltelt, 20 év ezelőtt más volt a zenei stílus, más volt a felület, más volt a zenekarban az ember, más volt az élete,
Például az embernek elmúlnak vele tartozó dolgok. Például megöregszik, és azzal, hogy megöregszik, olyan érzelmeken megy át, hogy akár az a zenébe is megmutatkozik, így más lesz esetleg a zene is, mint ami régen volt, minden változik összefoglalva, az a lényeg, és ezt valamilyen formában vagy elfogadjuk és kedveljük tovább azzal a változással, amit ő hoz a zenekarába, vagy pedig egyszerűen nem kedveljük tovább, és elmegyünk, másik zenekart keresünk, és nem pedig próbáljuk minden áron valahogy magunkat hozzákötni ő hozzá, és akkor azt figyelni, hogy ő mennyire más és más lett. Nem? Igen, és akkor megtalálni minden áron a rosszat, és odaírni, hogy de rossz lettél. Hát mondd már meg, hogy miért lettél. De nem, erről szórakoztatás. A zene a kulturai részben az egy szórakoztató ipar, nem pedig idegesítő felület. Ez pontosan olyan dolog, mert minden változik, és ez pontosan olyan dolog, mint ahogy a másik oldalnak, tehát itt most a zenekartról beszéltél, hogy ő számára, vagy ő más zenét, más albumot, új albumot csinál, ezzel együtt változik is esetleg, az a zene egy picit más, mint az előző albumon volt, nem csak ezt a zenekart illetően, bármelyiket illetően, ugyanúgy a másik oldal az viszont a hallgató, vagy a közönség, ők is változnak, és ugye a vásárlásból ered, tehát a zene maga a fizikai anyag, amit megveszel a boltba a zenekartól. Mint most például már... ez a szinte már ilyen kis mini lapozható könyvformában lehet lapozni akár egy CD-t. Ezt akarom igen mondani, hogy régen ezeknek a dolgoknak, tehát először is a kezedbe tudtad venni azt, ami a kedvencettől származó dolog, még ha nem is az ő kezei közül. De ez a kedvenced által kiadott anyag, és régen volt ennek egy szaga. Én például imádtam ezeknek a szagát, nem beszélve a bakelitről, bár az már nem a mi korosztályunk zene anyaga volt, vagy hordozója, hanghordozója, de ezeknek voltak szaga. Van, egyszerűen egy hangulata van, ahogy a kezedbe veszed, ahogy kibontod a cellux, amikor tök új, és celluxal be van csomagolva, van rajta egy ilyen hologram, hogy ez bizony eredeti, és akkor az ott csillog, akkor úgy kibontod, akkor kinyitod, örülsz neki, kíváncsi vagy, meglepetés van, hogy van benne matrica, olyan is volt, igen. Nem tudom, valamelyik CD-n, de más zenekarnál is. Illetve... Ezek ilyen jó élményt nyújtó dolgok. Illetve, ahogy ebben az album borítón is lehet látni, hogyha kedvelsz egy zenekart, és mi ahhoz képest, hogy nem vagyunk az a nagyon rajongó típus, akik mindent megtesznek azért, hogy dedikáltassanak egy zenekartól, dedikálásokat gyűjtsenek. Ennek ellenére mégis előfordult, volt arra példa, hogy az előbb is mutattam, hogy magát a CD borítót volt lehetőség dedikáltatni egy koncert előtt vagy koncert után, és közel. Egyúttal ez nem is koncert, hanem ez bármint koncert előtt volt, pontosabban a Sziget Fesztiválon, ami annak idején nem Sziget volt, hanem 2001 a Pepsi Sziget volt még, ahogy akkoriban hívták, és akkoriban, mint ahogy a Sziget Fesztivál indult, még a rock műfajnak köszönhetően megmaradt, volt neki rock sátor, hammer sátor vagy valami, és ott volt rá lehetőség dedikáltatni, illetve az olyan fotót csináltatni, mint ami itt van. Közös fotó a zenekarral a pult mögött, illetve a dedikálás, ahol az Adri éppen azt látni, hogy éppen, hogy eléri azt a pultot, ahol készült maga az egész, mert hogy... Nagyon gyújtózó, nem tudom, hogy ez így... Mert hogy olyan magas ja, volt a pult, beszéltünk. Hogy igen, hogy még nekem is magas volt a pult, hát még neked. És itt volt arra a lehetőség, ami viszont most a modern kornak köszönhetően egy zenekarra kapcsolatosan már nem három fotót látsz, amin esetleg a zenekar felbukkan, hanem a közösségi oldalaknak, a digitális világnak köszönhetően akár privát dolgokat is megosztanak a zenekarok magukról, legyen akár az Insta vagy bármilyen közösségi felület, és ott, ahol ő megosztja neked, ami régen annak a korban, amikor mi éltünk, és őket kedveltük elsőként a 90, már úgy elsőként, amikor mi éltünk. Nem, úgy értem, hogy a 90-es években, amikor a végén meg teljesen más volt internet nélkül, akkor ezek nem voltak meg, ezek a felületek lehetőségek, és akkor abban élt,
Most teljesen máshogy látja talán egy ilyen zenekarnak a közösségi felületét, sokkal több dolgot tudnak nyújtani, adni, és ehhez képest jóval kevesebbet kapnak esetleg vissza a kedvelőktől, épp ellenkezőleg az másikat kapják, nem éppen pozitív visszajelzéseket, ezért egy zenekarnak nagyon fontos az, hogy ha van visszajelzés, van kedvelés, van hozzászólás, van pozitív vélemény, és azáltal, hogy ilyen pozitív véleményeket kap, egyúttal eljut a zenekarhoz az, hogy az adott országban például egy elég nagy széles rajongó tábora van, ennek köszönhetően jönnek és koncerteznek, mint ahogy például ők is tették, és jöttek 2000-ben is, amikor már 3200 volt a jegy, és jöttek még ezután a Tiamattal együtt is 2002-ben, amikor már 4200 forint volt a jegy, és utolsó jegyként még jöttek 2004-ben is, a Petőfi csarnokba léptek fel, akkor már 5000 forint volt a jegy, és itt az a lényeg, hogy azért mutattam ezeket a jegyeket, hogy ezzel akkoriban jóval gyakrabban tudtak jönni, pedig nem volt olyan felület, ahol több rajongókat lehetett gyűjteni, viszont nem volt ennyi zenekar se, nem? Igen. És mégsem volt ennyi visszajelzés, és mégis eljöttek távolról, és itt érdekes az, hogy milyen zenekar Portugáliából, az Európa másik feléből Budapestre azért, hogy szórakoztassanak. És ennek ellenére most viszont a szórakoztató felületen a szórakoztató zenekarok meg teljesen más kapnak. És nem egy, kettő, három, négy, öt, hanem sok zenekarról van szó. És ahhoz képest, hogy mindenki hallgat zenét, mindenki hallgat klippet, meg minden, ehhez képest egyre kevesebb, vagy szinte semmilyen fajta megosztás nem találkozom, csak általában olyanokkal, hogy negatív vélemények, és ez ugye kicsit elszomorító, és valahol erre akartuk így beszélni, felhívni a figyelmet, hogy ez így tök jó lenne, hogyha akik kedvelik az adott zenekart, azt kifejezzék feléjük és éreztessék minden formájában, minden támogassák, felületen. Támogassák, itt nem pénzről van szó, hanem itt arról van szó, hogy azt a munkát, amit ők belefektetnek, értékeljük azzal, hogy megvesszük a CD-t, vagy most már ugye adatot az interneten, illetve a koncertekre elmegyünk. Mert anélkül, hogy ezeket a dolgokat az ember megvenni, bármilyen formában, egyéb más úton is támogatná a zenekart, akár egy egyetlen szimpla lájkkal, egy megosztással, ezek a dolgok, ha nincsenek, akkor a zenekar bármikor, bármelyik zenekar azt mondhatja, hogy köszönöm szépen, ebből nekem elég volt. Vagy minimum nem jön el az adott országba, az adott koncertre, amiben korábbiakban el tudott jönni, mert nem kap visszajelzést, és a zenekar meghívás se úgy történik a szervezőktől feléjük, mert nem látják, hogy van egyáltalán bármilyen érdeklődés. Igen, mert hát ezek a dolgok úgy működnek, hogy vannak statisztikák, látják, hogy kiveszi meg a CD-t, vagy ugye megint mindig CD-t mondok, mert mi még abba a korba vettünk sok CD-t, vagy akkor voltunk inkább ilyen. Tehát ez a kamaszkor, tudod, meg az ilyen fiatal kor, amikor bulizol és sokat jársz szórakozni. Elsősorban akkor veszed meg a legtöbb zenét. Na és mi még a CD-ket vettük, és hogyha ezek tényleg nincsenek, nincs a statisztikában nyoma annak, hogy ki honnan, vagy kevés az adott ország a statisztikában, akkor valóban lehet, hogy nem jönnek el az országba. Mi szerencsések vagyunk, mert sok koncert voltunk. Akkoriban sok zenekarnak sok koncertje volt, igen. Igen, és többek között a Moonspell zenekarnak is nem egyszer voltunk tényleg a koncertjén. Ez a földgömbös emlékezetes volt, nem csak a földgömb volt egyébként azon a koncerten, emlékszem, a tükrök is. Igen, hát sőt, még azóta nem csak a tükör, azóta még plusz még a Petőfi csarnok is megszűnt eleve, ahol például nem egyszer fellépett, nem egy zenekar. Szóval teljes... Igen, hát a Petőfi csarnokon kívül az E-klub is az megszűnt. Az E-klub is teljesen átalakult, mert megszűnni talán nem, hanem átalakult, más lett. Hát most nem is tudom, hogy hogy áll. Vagy lehet, hogy megszűnt, már nem tudom, de a lényeg, hogy először átalakult, az biztos, mert nem ott léptek fel, tehát új helyszínek lettek ezzel kapcsolatosan. És az előbb pont emlegetted, hogy CD-ket, hogy lehetett vásárolni. Pont itt van jó példa előttem, itt ennek a zenekarnak is, hogy ugyanaz az album kétszer van kiadva, és ezzel kapcsolatosan is mindig probléma szokott jönni általában az emberektől, hogy még egy bört lehúzunk, illetve ezzel kapcsolatosan, hogy miért nem új albumot ad ki,
azzal, hogy például ő is kiadta ezt az albumot újjá, a kornak megfelelően, az új technológiának köszönhetően kapunk egy más hangzást, illetve ez meg a másik, hogy mivel ez egy limited verzió volt, ezért egy élő koncertfelvételek is rákerültek a pluszban még a két CD-s kiadáshoz, ennyivel is több lett, meg a másik, hogy változik. Tehát az okostelefonon, a bluetoothos, nem tudom milyen hangfalakon, meg akármilyen hangfalakon, a régi típusú hangzás, az nem ugyanazt hozza. Igen, itt aztán sok mindent lehet hozni, hogy a bakelit meg még jobb volt, meg a kazetta megint más volt, de az a lényeg, hogy pont valahogy... ez az a dolog, amivel nem kéne foglalkozni, tehát nem a negatív dolgokat kéne mindig hangsúlyozni, hanem már ott a zenekar felületén, igen, hanem pont azt, ami miatt te egyáltalán ott vagy, vagy mi ott vagyunk. Tehát ezek az elején említett negatív kommenteket egyáltalán nem tudjuk megérteni, mert azok a felületek azért születnek meg, hogy az emberek ott jól érezhessék magukat egymással. Kibővüljön a zenekarnak a munkája. Igen, kiteljesüljön. Kiteljesüljön, információt nyújtson, tájékoztasson, többet adjon, mint a zene, több képet, több információt, hamar kapja információt, még exkluzív dolgok, meg ilyenek, és ehhez képest más kapnak ők viszont cserébe vissza. Igen, és nekem nagyon élénken megvan az emlékembe, hogy amikor a Szigeten voltunk, igen, a Szigeten voltunk, akkor a legelső fotó, hát papír, amit mi dedikáltattunk, tehát az első autogramunk ettől a zenekartól, az egy fénymásolt papírra volt írva, nem tudom, emlékszel-e, még a farzsebünkben, a farmer farzsebében volt összehajtogatva egy A4-es papír, és az arra volt egy fénymásolva egy fotó, amit a netről letöltöttünk, és ennek azért van most jelentősége, mert hogy az ott akkor egy fénymásolt kis papír volt, de mennyire nagy érték volt nekünk, mert nem volt még ilyen, hogy okostelefon, amin 3680 darab különböző fotó volt a zenekarról. Tehát akkor egy ilyen fotó is nagy érték volt, és nagyon nagy dolog volt, amikor az internet elindult, és akkor felfedeztük az interneten a mi saját kedvenc zenekarainkat is. Mert hogy ugye az internet elején lényegében ott voltunk. Igen, és ez pont jó példa, amit mondasz, hogy ha neked is, mint velünk egykorú vagy idősebb is van, és régen volt olyan zenekar, ami olyan emléket okozott neked, hogy örökké megmaradandó, illetve hozzátett az életedhez, meg minden olyan pozitív dolog történt, akkor rá lehet keresni, meg lehet keresni, van-e ilyen felületen, ott van, jelen van, azzal is lehet támogatni, hogy követi az ember. Illetve a másik, hogy itt, hogy a zene mennyire fontos, az a mi életünkben pont jól szemlélteti, hogy itt vagyunk most már több mint 22 év után együtt vagyunk, és egy aktív része volt az életünknek a szórakozás olyan mértékben, hogy valamiért mégiscsak hozzátett úgy az életünkhöz, hogy így valahogy így együtt vagyunk, és együtt élveztünk, együtt éltünk meg egy csomó bulit, együtt éltünk meg egy új albumok megjelenését. Minden egyes albumnak van az életünkből egy évnek egy története, ami akár hozzáfűződik, mert akkor, amikor megvetted és meghallgattuk. Szóval olyan dolgokat visz az ember életébe, ami elképesztően nagyon sok ember tesz hozzá munkát. A zenekar maga az, hogy létezik, a turnén, az utaztatók, aki a szervező, aki a fogadó, az helyszín, az ott dolgozó emberek. Szóval egy olyan komplexum, sok ember munkája van benne ebbe az egészbe, hogy egyszerűen az a minimum szerintem, hogy mi, akik minket szórakoztat, azt valamilyen formába, és most már a technikának köszönhetően számtalan formába visszajelzésként tudjuk őket. Meg lehet köszönni, meg lehet támogatni. Csomó olyan dolog van, ami ahhoz képest, hogy egy jó dolog, tényleg így kibővült a szórakoztatás egy csomó felülettel, azt arra lehetne ténylegesen használni, amiért van. Igen. Igen. És az előbb én még akartam mondani, mert mondtad a zenekar szemszögéből, hogy a változások és hogy a zene más, ugyanúgy a közönség szemszögéből is, meg az adathordozó, meg a mit tudom én, mi minden más lett. Itt a képek, tehát hogy az adott felületen a zenekarnak a oldalán, akár közösségi, akár a weboldalról is beszélünk, a weboldal nagyon fontos egyébként az ő esetükben is, hogy nem csak a közösségi oldalban létezik nekik is weboldal, nem mindegyik zenekarnak,
de van ilyen, és ott még további információk olvashatok sokszor, mint egy közösségi oldalon. Vagy a egyik másik Instagram, tök mindegy, melyiket említjük. Sok felület van, sok helyen lehet őket követni, érdemes, hogyha szereted mindenhol követni őket, pont azért, mert hát szereted, és nem szeretnél lemaradni arról, amit ők közölnek. És hát a rajongók vagy a közönség részéről, ami így változott, azon kívül, hogy maga a CD-t nem tudod megvenni, hanem adatot, azt sem feltétlenül kell negatívan gondolni, mert az is csak egy változás, pont úgy, mint a zenekar részére maga a technika változott, máshogy tudják felvenni ezeket a felvételeket. Az ő életükben is nagyon sok változás történik, ugyanúgy a rajongók életében is, a mi életünkben is. Ezzel szintén nincs semmi baj, tehát ezt sem szabad így negatívan felfogni. Most mi is mondhatnánk, hogy régen hogy volt, és ahhoz képest most hogy van. Ennek mindig minden változásnak van jó és rossz oldala is. Most például, amit a Tomi itt pakol, a papírképek, az szintén egy nagyon nagy dolog volt nekünk akkor. Ha minden igaz, ezek még nem is digitális géppel készült fotók. Nem. Tehát ezek még úgy lettek elő hivatva, amikor ugye azt hiszem, ilyenről már volt is szó, hogy ezeket a képeket még 36 kockás, vagy hogy hívják? Filmkocka? Filmszallag. Tehát egy olyan filmet kellett, egy tekercset megvenni, a korosztályunk ezt ismeri, hogy azt beraktad a gépbe, nem volt LCD kijelző, csak az a kukucskáló, és akkor a pici izében nézted, amit fényképezel, kis lukon úgymond, egy kulcsjuk, és akkor elkészítetted, lenyomtad így teljesen vakon a gombot, és vagy sikerült a kép, vagy nem. És erre volt 36 lehetőséged. És a 36 lehetőséget mind, amikor előtted, fogalmad nem volt, hogy mennyi sikerült. Elmentél vele az adott koncert után, milyen jó lett volna a sok koncertről, a sok fotó. Ez még így is egy nagy dolog, hogy ezen a Sziget Fesztiválon erről a dedikálásról készült fénykép, de hát akkoriban sajnos ez nem volt ennyire divat, nem hogy divat, hát eszköz nem volt hozzá, mint ahogy most, nem hogy a digitális fényképezőgépek, amikor megjelentek, ugye, és már sokkal nagyobb lehetőség hát, volt fotózni, de most meg már az okostelefonnal mindenki tud fotózni. Hát meg főleg a felületnek köszönhetően mennyi lehetőség van mindezeket élvezni és látni, akár képekben vagy bármiben, és ezzel kapcsolatosan meg hatalmas változás van a digitális felületnek köszönhetően, hogy a CD-k helyett, már egy ilyen sok CD helyett ilyen kis alkalmazásba elférnek, de pont például ez is olyan, hogy az ellen is lehetne tiltakozni, meg nem jó, meg minden van jó, meg ellenér, meg ilyesmi, de mi is például most próbálunk pont olyan felületeket megismerni, meg találkozni, meg megérteni egyáltalán, ilyen Spotify, meg ilyen hasonlók, hogy melyik az, ahol az összes zenekar valami lehető legtöbben van. Ha például ilyesmit használsz, és úgy látod, hogy ez a legjobb, akkor azt örömmel vesszük, hogyha azt mondod, na akkor segíted ebbe a szempontból azzal is az embert, hogy látod te, hogy neked melyik a legjobb felület. Mi most ebben a digitális világban egy kicsit a zenei fronton abban a szempontból el van tévedve, a YouTube-on vannak klippek, meg vannak zenék, de ez a nagyon digitális, ahol mindenféle zenekar van, és letöltöd az alkalmazást, és ott hallgatod a zenéket, az egy kicsit olyan fura érzést ad, amikor egy kedvenc zenekarhoz az alkalmazásnak köszönhetően így párosít különböző zenekarokat, ahhoz a zenekarhoz, aki 20 évig előtte járt a világot, hogy megismerje őket. Vagy és lehet, hogy még több, csak vagy, nem tudjuk vagy, igen, vagy akár több, és rengetegen dolgozott azért, hogy megismerje a világ minden pontján minden embert, és most a technikának köszönhetően bekerül egy alkalmazásba, és ő, aki rengeteg rajongót szedett a világ körül fizikailag, hogy járt érte, behúzza erre a felületre, és egy pillanat alatt, aki két héttel előbb indult zenekar, egyforma eséllyel ott van, ajánlja, mert hogy hasonló zenei kategória vagy műfajnak köszönhetően ugyanott jelenik meg, mint a 20 évvel turnézott zenekar, és ez egy kicsit olyan fura érzés kelt, hogy mennyire nincsen egyensúlyba, bár mondom, nem tudom, tehát valószínűleg nincs olyan ezen a felületen, nem tudom elképzelni, nem, hogy az van, hogy esetleg a 20 éves zenekar több jutalékot kap azért, mert ott van, és ott van az a dala, vagy lehet, hogy amikor belép, akkor nagyobb értéket ad meg neki, nem tudom, de így ilyen érdekes, de ha már van, és legalább nem az ingyenes, meg a letöltős felület között lehet választani, akkor az már egy olyan felület, amin keresztül
ő is hozzájut ahhoz, amiből tudja, hogy vannak emberek, akik még kedvelik a zenéjét. Tehát amivel lehet őket támogatni, és amivel biztosítjuk saját magunk számára is azt, hogy ne legyen az, hogy egyszer csak megszűnik a zenekar, mert bármikor bármelyik zenekar megszűnhet. És ez sajnos annak köszönhető ezeknek a bizonyos ingyenes letöltéseknek, ők nem ingyen élnek, tehát ők megdolgoznak azért, amit azért, hogy te szórakozhass, meg mindannyian szórakozhassunk, és ugye itt ezek az említett Spotify, meg ehhez hasonló dolgok, most nem is tudom, hogy mi az, amit még sorolni lehetne ide, ez zene és filmben ugyanúgy, filmről is szó van, tehát film ugyanúgy, vannak ilyen zenei közvetítő oldalak, meg filmes közvetítő oldalak, ahol össze vannak gyűjtve ezek a bizonyos zenekarok, ahogy mondtad, illetve a filmek a másik verzióba, és akkor ott tömegévet egy havi díjér, hogyha jól tudom, de igen, még tényleg való igaz, hogy még csak most ismerkedünk ezekkel a dolgokkal, egy adott havi díjér, te bármilyen zenét letölthet, vagy meghallgathat? Hát kedvencekbe sorolod, letöltheted is, tehát a felület függő, igen, illetve hogy mit szeretnél te az adott anyagot tenni, sok mindent lehet tenni. De az ez viszont nem annyira biztos, hogy korrekt azzal szemben, aki előtte, például az előbb láttam, itt van pont ez az, 3700 forintért tudott eladni egy CD-t. Egy darab CD-t 3700 forintért, hány mikori kiadás ez? Ez 97-es. Ja, nézted? Uh-huh. Tehát 97 az hány évvel ezelőtt volt? Sok. Sok? Az 22, most már 23 mindjárt. Velünk egy idős. Igen. Szóval, hogy egy ilyen áru CD-t, amikor el tudtak adni, nem tudjuk, hogy ebből ugye ők mennyit kaphattak meg, mert a kiadó, meg mindenki levonta még a maga kis jutalékát, vagy mit tudom én, alapdíját, viszont ehhez képest most ennek mondjuk ugyanezért a pénzért akár, vagy fele annyi, nem tudom pontosan rengeteg az zenekarnak a zenéjét megkaphatod. Egy ilyen tömeges dolog van, amiből te, mint ezek a pecázós játékok, a plusz állat van, igen, tudod, megy a kar, bedobod a 20 forintot, és akkor kiveszi a plusz állatot, azt vagy nyertél, vagy nem, általában nem. Na, szóval nekem erről ez jut eszembe, ez a tömeges dolog, ami szerintem nem túl korrekt. Viszont az is igaz, hogy a változásokat ne ítéljük el, mert szerintem ez az ő mencsváruk. Hát ez tehát pont is az ingyenes letöltéssel szembe, ez oldja meg nekik azt, hogy mégse ingyen dolgozzanak. Ez is, meg illetve az adott felületeken a visszajelzésekből tudnak táplálkozni, és érezni azt, hogy őket még kedvelik, őket még szeretik, és ők még abban az adott országban menjenek koncertezni, vagy ne menjenek koncertezni. És éppen ezért született ez az egész kisfilm ezzel kapcsolatosan, és nem csak erről a zenekarról, hanem másról is lesz pont ilyen hasonló, hogy pont azért, hogy legyen jelen mindig az, hogy ami régen volt, az működik, és átalakul, és digitalizálódik, meg más lesz, meg megjelennek a kiskütyük, meg nagykütyük, de a zene az mindig is zene marad, bármikor is, bármilyen formában, bármilyen életben élünk, és a másik, hogy az ember életéhez olyan dolgokat tud hozzáadni, amit más formájában, másból nem tud olyan érzéseket összegyűjteni magának, aminek köszönhetően például együtt el lehet menni szorakozni, vagy együtt meg lehet élni dolgokat a zenekaroknak köszönhetően, akik azért vannak, hogy minket szórakoztatnak. Cserébe mi is adjunk cserébe vissza jót. Igen. Ők nem tudják, de ők is, tehát mi is, amikor turnéztunk, tehát amikor mi is utaztunk, akkor például mi, ők is jöttek velünk. Tehát tényleg végig kísérték az életünk, a közös életünket. Az első koncert egyébként egyéves voltunk, amikor az első a koncert, egyévesek voltunk, igen, amikor az első koncerten voltunk, és igen, és végig kísérték az életünket. Hát bármi, igen, bármi változott, bármi volt, és ahhoz képest, hogy például megjelent egy album ebbe az időszakban, amikor az album is megjelent, most ezt így fejből nem tudom pontosan, de ez egy 99-es album például, hogyha ez fogja az ember is, berakja, meghallgatja, a 99-ben történtett dolgok azonnal visszarepítik a zenének köszönhetően abba a korba,
és valahogy az mindig egy jó érzést ad, jól el tudja az ember tölteni a lelkét kellemes történetekkel, ami mind ehhez, vagy bármilyen zenekarhoz, amit te kedvelsz, vagy szeretsz, ahhoz mindig fűződnek olyan dolgok, hogy azt meghallgatva, az egy jó, jól töltődő töltést ad az embernek. Jó töltődő töltést ad az embernek. Kellemes élményt nyújt. Igen. Szóval, igen, nagyon-nagyon sok, akármelyik CD-re rámutatunk, ha konkrét, közvetlen élményt nem is tudunk az adott CD-hez mesélni, bár ehhez a dedikálás miatt pont te, de hogyha konkrét élményt nem is tudunk minden egyes CD-hez megemlíteni, de ugyanannyit biztos. Tehát minden egyes kiadott album egy korszak nekünk, és közös korszak, és minden egyes koncert, és akár a fotók, mind kötődik valamihez, de hogyha tárgyakhoz nem is ragaszkodunk, csak magához a zenéhez, a zene is, az ő zenéjük is olyan volt nekünk, hogy kellemes emlékeket, időszakokat, korszakokat idéz fel, koncerteket, társaságot, valós, valódi dolgokat idéz fel nekünk ez a zene. Igen, és ezeket a pozitív élményeket meg is lehet osztani most már a technikának köszönhetően a felületükön. A pozitív ami viszont iszonyat jó lehet bármilyen zenekarnak vagy bárkinek, mint ellenben a másikkal találkozzon, illetve nekünk, mint közösségi felhasználóknak is nagyon hasznos a felületen azt látni, hogy pozitív dolgok mennek egymás után, nem pedig a sok negatív, hanem például a kedves ismerősödnek a kedvenc dala, vagy akármiről is legyen szó. Szóval jó dolgok történjenek a neten, ha már van ennyire kiszélesedett lehetőség, arra használjuk minden áron, hogy jó dolgokra, nem pedig az ellenkezőjére. Igen, és ne a selfie fotó legyen a legfontosabb egy zenekarról, ne a skalpját akarja mindenki a zenekarnak, hanem támogassa is azt a zenekart, mert adok-kapok. Tehát ő akkor dolgozik, te ő érted dolgozik, és akkor tud dolgozni, ha te támogatod a munkáját. És ezt mindannyiunkra értendő. Van olyan CD, amit nem mutattunk még meg? Mert egyúttal ezt most így magunknak is meg akarjuk örökíteni. Nem, szerintem minden volt. Mert nem mentünk sorba, az a baj. Minden megvolt, és igazából itt amúgy is itt most szemléltette ezt a dolgot, hogy ilyen is létezik, és hogy ezt is lehet csinálni. Mármint nem úgy csinálni, hanem venni ilyen dolgokat, és így érzik azt, hogy ők még mindig vannak. Na, az a lényeg, hogy minden esetre az rendkívül jól esik, bármilyen zenekarról legyen szó, hogyha van visszajelzés, és a leginkább az a lényeg, hogy a pozitív visszajelzés, nem pedig azzal kapcsolatosan, hogy miért lett ilyen ez az album, meg miért lett ilyen az az album, stb. Hanem ténylegesen a köszönöm, meg az olyan visszajelzések, amiből látják, hogy őket kedvelik, szeretik, és azzal ők azzal abból lélegeznek, léteznek és élnek. Igen, és ne felejtsük el tényleg, hogy támogatni a zenekarokat, mert hogyha nem, akkor megszűnhet. Márpedig a zene az kell, mert körülöl el, és nem veszünk majd el.